atmosphere follow the jury man there. We thought it was there kicsit ezadőrérzem érzem magamat, mert ha nem tévedek, ő volt az utolsó korfelsőm, akitől nagyon kevés hónap választott el, csak egymástól. Azért arra büszke vagyok, hogy őt a kezdettől kezdelműtől ismertem, érdekes és jó költőnek találtam. Másnak, mint a többi költőt. Vannak különleges jellemek és kivételes életek, amelyek nem azért tartanak 96 esztendőn keresztül, mert a birtokosuk a magas hegyekben élt, vagy mert gyakran ivott kefírt, vagy jó volt arrafelé a levegő. Hanem azért, mert felismerte a birtokos a saját személyes sorsát, észrevette a küldetését és a célját, és mert volt olyan szerencsés, hogy Isten a szokásoshoz képest kettővel több elemet rakott belé. Ilyen ember volt Valódi György is. Örülök, hogy mielőtt meghaltál, mert igazságot tudtam neked szolgáltatni abban, hogy téged sokféle támadás, kísérés ért. De az a szerencsés, hogy akik támadtak, legtöbbször irítségből támadták a tehetségem miatt. Hallatlan költői tehetség volt. Valódi György különleges jellemének legnagyobb titka talán az volt, hogy úgy tudott végigpörögni az évszázadon, hogy soha egyetlen pillanatig nem volt kolonc a saját életén. Ha nem is volt mindig igaz, amit mondott, de tulajdonképpen úgy kellett volna lennie, ahogy ő mondja, mert az érdekesebb volt, mint ahogy valóságban történt körülötte. Sok mindennek elképzelte magát, és én mindig beszültem és bámultam az embereket, akik magukat nem csak gondolják, hanem el is tudják képzelni másnak. Valami színészi adottság is volt benne. Játszani tudta a saját magát is, és mégpedig meglehetősen őszintén játszotta magát. Még az utolsó alkalom, amikor láttam, akkor is jókedvű volt. Magyarországon nagyon ritka adomány az, hogy az emberek az életet nem csak bosszúsággal és dűvel vagy gyűlölettel, hanem humorral tudják szemlélni. Ő pedig egy kitűnő humorista is volt, nem csak kitűnő költő. Hát mondom neked, Isten vele, Gyuri, nem sokára találkozni fogunk.